Na, hello mindenkinek, egy olyan videóval készültem nektek. Ha múltkor beszéltünk a top 10 legritkább item shop-os skinekről, most úgy gondoltam, beszélgessünk egy kicsit az emotokról is. Ezek az emotok már lassan több mint egy éve nem szerepeltek az item shop-ban, és van rá esély, hogy már nem is fognak többé szerepelni. Ha rendelkezel legalább egy emote-tal a felsoroltak közül, ne felejts írni egy kommentet, kíváncsi vagyok, hogy a nézőim milyen ritkaságokkal rendelkeznek. Még mielőtt a témához térnénk, mert szeretnék kérni mindenkit, hogy csapassa szét azt a like-omot, lássuk, ha össze tudjuk gyűjteni az 1000 like-ot. Köszönöm szépen! Na szóval a 10. legritkább item shop-os emote a Spike It emote. Egy rare emote 500 V-bucks értékben, ami legelőször Season 6-ban került az item shop-ban. Február 4-én 2019-ben volt az utolsó nap, amikor ezt az emote-ot megvásárolhattuk. Pontosabban már lassan több mint 280 napja nem szerepelt az item shop-ban. A 9. legritkább emote az Unwrapped emote. Uncommon emote 2000 V-bucks értékben, ami legelőször ugyanúgy, mint az ezelőtti emote, Season 6-ban jelent meg, csak az érdekes dolog az az, hogy csak 24 órát szerepelt az item shopban. Szóval pontosabban megmondva csak december 25-én volt rá esély, hogy megvásárolhassuk ezt az emote-ot. Szóval már lassan több mint 320 napja nem szerepelt az item shopban. A 8. legritkább emote a Crackdown emote. Epic emote 800 V-bucks értékben, ami új szintén Season 6-ban jelent meg, és új szintén csak egy napunk volt megvásárolni ezt az emote-ot is. December 21-e volt az a nap, és azóta sem szerepelt az item shopban. Szóval ezt az emote-ot sem vásárolhattuk meg, már lassan több mint 325 napja. Hetedik legritkább emote a Hula emote. Epic emote 800 V-bucks értékben, ami legelőször Season 5-ben került be az item shopban. Azóta nagyon sokszor szerepelt is az item shopban, főleg Season 5-ben és Season 6-ban, de az utolsó napja december 19-e volt. Úgy szintén már több mint 325 napja nem volt elérhető. Hatodik helyen a Tidy emote. Új szintén egy rare emote 500 V-bucks értékben. Legelőször Season 4-ben került be az item shopban, utoljára pedig december 12-én szerepelt az item shopban 2018-ban. Jóformán mondva már több mint 335 napja nem volt elérhető. Ötödik legritkább emote a Fresh emote. Epic emote 800 V-bucks értékben, amit legelőször Season 2-ben láthattunk az item shopban. Utoljára pedig november 21-én volt elérhető 2018-ban. Ez csak azt jelenti, hogy már lassan több mint 355 napja nem vásárolhattuk meg ezt az emote-ot sem. Negyedik helyen a Rainbow-sos emote. Rare emote 500 V-bucks értékben, ami nagyon sokat szerepelt az item shopban Season 5-ben és 17-ben. Utána sajnos november 12-én szerepelt az item shopban, így már lassan több mint 365 napja nem láthattuk az item shopban. Harmadik hely a Chicken emote. Rare emote 500 V-bucks értékben, ami legelőször Season 4-ben jelent meg az item shopban. Season 6 elején vásároltuk meg utoljára ezt a remek emote-ot, és így ezt az emote-ot sem láthattuk már lassan több mint 380 napja. Második helyen a Hitchhiker emote. Rare emote 500 V-bucks értékben, amit megvásároltunk 2018. szeptemberében és októberében. Pontosabban a Season 6 első 30 napjában. Utoljára október 15-én volt elérhető, és így kapta a Hitchhiker emote a második helyet, hisz már több mint 390 napja nem volt elérhető.
És az első helyen a legritkább item shopos emote, a Thumbs Up emote. Egy uncommon emote 200 V-Bucks értékben, ami legelőször season 4-ben szerepelt az item shopban. Az utolsó napja sajnos season 5-ben volt, pontosabban augusztus 25-én. Így ezt az emote-ot már több mint 440 napja nem vásárolhattunk meg az item shopból. Nagyon szépen köszönöm, hogy végignéztétek ezt a videót, ha nem vagy feliratkozva a csatornára, ne felejts feliratkozni, hogy ne maradj le a továbbiakról, csapasz szét azt a like gombot, ha tetszett a videó, én Norbert voltam, és további szép napot kívánok mindenkinek!